Törvénysértésre buzdítja az embereket a Magyarországi Munkáspárt 2006 az alaptörvény módosítása miatt. A párt elnöke megerősítette a Hír TV-nek, mivel szerintük antidemokratikus módszerrel fogadták el az alkotmány negyedik módosítását, ezért a passzív mellett aktív ellenállás is szükséges. Mi az olyan törvények megszegését tartjuk elfogadhatónak, amelyek ellentétesek a nemzetközi joggal. Tehát ha Magyarországon elfogadnak egy törvényt, amely sérti az alapvető emberi jogokat, akkor ennek a törvénynek a betartása nem törvényellenes idézőbetéve, hanem éppen az emberi jogok kiharcolását támogatja. Akkor végül is az aktív ellenállással megengedett a szabálysértés is. Az alapvető emberi jogokat sértő törvényekkel szemben megengedett az aktív ellenállás.